Benedek elektől a saját maga által legjelentősebbnek tartott, önéletrajzi jellegű művéből idézünk egy részletet. Ebben egy székely fiú igen megütődik azon, hogy az ország szíve nem magyar. A magyar szó az utcán, vendéglőben, kávéházban, ha nem is oly ritka, mint kisfaludi Károly idejében, Hely, ma holnap a magyar szó ritka, mint a fehér holló, bizony gyéren csendül fel. Ezen igen megütődik a székely fiú. A hosszú sugárúton talán még csak egy kávéház. Székely diák pajtásaimmal bemegyünk, asztal mellé telepedünk. Feketét rendelünk, és újságot. A pincér csupan német újságot rak elénk. Hozzon magyar újságot! Nincs. Négy nagylepedős magyar napilap van, Pesti napló, hon, ellenőr, egyetértés. Szépirodalmi napilap a fővárosi lapok, az egyetlen szépirodalmi napilap a föld kerekén. Élclapunk is kettő, az üstökös, a bors szemjankó, vannak képes lapjaink, vasárnapi újság Magyarország és a nagyvilág. És ezekből egyetlen egy sincs. Dühösen hagyjuk ott a kávéházat, háborog a lelkünk. Hát ez a város az ország szíve.